A szövetségi büntetés végrehajtási szolgálat rövid nyilatkozata arról tudósít, hogy a börtönsétát követően rosszul lett, elvesztette az eszméletét, majd a mentősök, akik a közeli város kórházából kiérkeznek, gyorsan fél órán keresztül próbálják újjáéleszteni, de ez nem sikerül, és kora délután meghal. Mi nem iszik be a kórházban? Na pont ez az egyik kérdés, amit a Novaja Gazeta is föltesz, hogy hát a börtönben semmi olyan felszerelés nincs, ami igazán esélyt adott volna az újjáélesztésre. A közelben egy kilométerre van közvetlenül a telep mellett egy kórház, ahol sokkal nagyobb esélye van. Tehát röviden azt akarom mondani, hogy egyelőre nem tudjuk, sőt most, amikor beszélgetünk, még arról se tudunk, hogy megtörtént volna a boccolás. Ugye a hatalom rögtön trombózisról beszél, de hát orvosok azt mondják, hogy a trombózis, mint halálok, a boncolás előtt nem megállapítható. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy trombózis vitte el, akkor elemi dolgokat nem tud az orvostudományban. Tehát röviden, pillanatnyilag nem tudjuk a pontos halálokot, hogy mi váltotta mindaz ki, ami vele bekövetkezett. De ha nem is történt semmi olyasmi, ami egy ilyen gyors lefolyású halált előidézett, tehát, hogy valamit beadtak neki, vagy úgy megverték, a szívére olyan ütést, van olyan típusú ütés, amivel a szívet meg lehet állítani. Tehát nagyon sok minden elképzelhető, ami csak most ezekben az utolsó napjaiban történt vele és vitte el, de ha nem ez történt, akkor is megáll a hatalom és Putyin felelőssége, mert koholt vádak alapján tartják ezt az embert évtizedeken keresztül börtönbe.